Sziasztok! Köszöntelek benneteket hulladékmentes otthonomban. Emlékszem azokra az időkre gyerekkoromból, amikor anyukám és a nagymamám mosták a textilsepiket. Az élet haladt, a technológia fejlődött, és szinte észrevétlenül beszivárgott a papírsepi az életünkbe. Évek óta már újra csak textilt használunk, de a változáshoz tudatosságra volt szükségünk. A korombeliek közül a legtöbben a gyerekkori kellemetlen emlékek miatt viszonyognak a textilzsepi újbeli használatától. Leginkább annak mosása riaszt sokakat, azonban ha megtanuljuk helyesen kezelni a textilzsepit, akkor egyáltalán nem problémás a használatuk és a tisztántartásuk sem. Alapvetően a zsepiket én simán mosógépben mosom a fehér ruhákkal. Azonban szükség szerint mosószappannal előkezelem őket. Hogyha a zsepi maszatos felét fordítod a szappan felé, akkor az undi részéhez hozzá sem kell érned. Egyébként a textil maszkokkal pontosan így járok el, mindezek után az egészet nátriumperkarbonátos és szódabikarbonás vízben áztatom, legalább 24 óráig. Ennek az áztatásnak a legfőbb oka a foltisztításon túl, hogy fertőtlenítő hatása is van. A textilzsepik mosásáról, kezeléséről, tisztításáról egyébként részletesen írtam egy cikket a honlapon. A linket megtaláljátok a videó leírásában. A mosógépben már a többi fehér ruhával együtt kerülnek a zsepik és a maszkok is. Az esetek többségében mosótojással mosok, amiben mosószóda alapú golyók vannak. Ezek végzik a piszkos munkát. Az EcoEd tartalmát érdemes rendszeresen ellenőrizni, és szükség szerint feltölteni újabb mosószerrel. Az EcoEd egyébként nem csodaszer, de a többi ökomosószer hatékonyságával simán betegszik. A fertőtlenítés miatt én mindig adok plusz nátriumperkarbonátot a mosógép mosószer adagoló tartályába. A mosógépet pedig maximum 60 fokra állítom, de a leggyakoribb a 30 fokos mosásom. A textil zsepiknek egyébként számos előnye van az eldobható papír változattal szemben. Környezetkímélőbbek, feltéve ha hosszú távon használjuk őket. Hulladékcsökkentőek, hiszen sem a használt papírzsebkendővel, sem annak a csomagolásával nem kell foglalkoznunk. Egyébként nem tudom, tudtátok-e, de a használt papírzsebkendők nem dobhatók a szelektív gyűjtőbe, csak a kommunálisba, esetleg bár mértékkel a komposztálóba. A textil zsepik további előnye még, hogy kíméletesebb a bőrhöz, olcsóak, mindig kéznél van, mindig van belőle, és őszintén szólva, higiéniai szempontból sem problémásak, hogyha megfelelően kezeljük és tisztítjuk őket. Mi egyébként jobban szeretjük a kisméretű, vastagabb anyagú zsebkendőket, mert könnyebb őket kezelni, és nem áznak át. Ha a videó után kedvet csináltam neked a textil zsebkendők használatához, akkor tégy egy próbát, végül is mi bajod lehetne belőle. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, ha tetszett, akkor kérlek jelezzétek egy lájkkal, és beszélgessünk a témáról, a hozzászólásoknál. Sziasztok!